A legrövidebb ideig forgalomban lévő bankjegy a 100 millió B-pengő. 1946. július 11-én jelent meg, de 20 nappal később, július 31-én már be is vonták. A papírpénz őriz még egy rekordot, ugyanis ez volt a valaha készült legnagyobb címletű forgalmi pénzünk. Sok más érdekesség mellett ez is megtalálható a Kálai Gyűjtemény pénztörténeti kiállításán. Javarészt a kiállításainak a Budapesti Pénzmúzeumtól került, illetve a Nemzeti Múzeumtól, vannak magángyűjtők is, illetve a Kálai Gyűjtemény is rendelkezik nagyon szép pénztörténettel kapcsolatos anyaggal, illetve itt még belépett két magángyűjtő is, aki szívesen ajánlotta fel a gyűjteményét, és ezekből tevődik össze ez a gyönyörű szép pénzgyűjtemény, és ki kell emelnünk még a hátunk mögött álló széfeket, amelyek dr. Kálai Nagy Péter magángyűjtőnek az anyagából kerültek ide. A Kossuth Bankótól a Forintig című időszaki kiállításnak az a különlegessége, hogy 100 év fizetőeszközét mutatja be az 1848 és 1948 közötti időszakból, különösen az osztrák-magyar monarchia idejéből. A manapság nagy ritkaságnak számító osztrák-magyar forintból, illetve a korai osztrák-magyar korona 1902-től nyomtatott címleteiből is látható néhány szép darab. A papírpénzek és érmék mellett korabeli széfek és egyéb érdekességek is helyet kaptak a tárlaton. Verőtöveket is kaptunk kölcsön, amelyekkel a korabeli pénzeket készítették, ezek is unikális daraboknak számítanak, de ami számunkra nagyon fontos az az, hogy a Kálai családból ketten is betöltötték a pénzügyminiszteri tisztséget, az egyik Kálai Benyelmin a monarchia közös pénzügyminisztere volt 21 évig, a másik pedig, aki miatt az apropóját adta a kiállításnak, Kálai Tibor, a Bethlen kormány pénzügyminisztere, aki részt vett a Magyar Nemzeti Bank megalapításában 100 évvel ezelőtt. A kiállítást Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, a Magyar Nemzeti Banknak van az országban a második legnagyobb bankjegy, illetve érmegyűjteménye, és örömmel adták át a 158 darab műtárgyat. Fölhívta a figyelmet a kamatos utalványra és Kossuth emigrációs bankjegyére is. Úrich Attila köszöntőjében kitért arra, hogy a pénz nem csak vásárlásra való, és a fiatal generációnak is fontos megtanulnia jól befektetni. Ha valaki mondjuk kicsit jobban szemügyre veszi a papírpénzeket és az azon lévő grafikákat, az azon lévő művészi értékeket is, akkor láthatja azt, hogy a pénznek nem csak a hagyományos funkciója volt meg a régebbi korokban, hanem volt egyfajta művészi kivitelezése is. Ezért is az ember nem csak úgy gyűjti a pénzt, hogy bankokban vagy esetleg otthon a láda fiában, hanem nagyon komoly gyűjtői kör is kialakult az érmeknek a gyűjtésének a területén. Így azt lehet mondani, hogy a pénz Krisztus előtti 7. századi megjelenésétől kezdve ez egy sikertörténet, hiszen igen, az embernek az életének a nagy része nyilvánvalóan a munkáján keresztül a pénz körül forog. A kiállítás egészen nyár végéig tekinthető meg, június 22-én pedig a múzeumok éjszakája és a pénz témakörét járja majd körbe.